Néztem otthon, hogy én sokszor írtam már rólad, vagy nem sokszor, de többször is írtam rólad, és a legelső szöveg az 1996-ból van, vagyis 27 éve. 27, ugye? 27 éve. 27 évvel ezelőtt írtam, ami azt jelenti, hogy hát akkor mi már azért jobban voltunk, és hát nem tudom, hogy mikor ismerkedtünk meg. Szerintem a Ludwig múzeumi kiállításom 1995, és már abba a katalógusba írtál szerintem, úgyhogy abban nem, de lehet, mert én kértelek fel. Tehát rossz az adminisztrációja a Földényi F. Lászlónak, 95-ös az első szöveg a Ludwig múzeumi katalógusban, egy ilyen kicsi vékony katalógus volt. És az Achille Bonito Oliva volt a másik, és a Hegyi Lóránt a harmadik. Három szöveg van abban. Tehát 95, aha. És akkor is ismerkedtünk. Akkor már ismertük egymást. Igen. De ezek szerint jóval korábban én arra emlékszem, hogy még nem ismertelek, nem tudtam, hogy ki vagy, de itt a belvárosban, én ugye rengeteget jártam, én akkor a bölcsészkaron tanítottam, ami a Pesti Barnabás utcában volt, most a Piarista köz, és hát állandóan ott mozogtam a belvárosban, és mindig láttam egy fiút, akin ilyen nagyon élénk piros sapka volt, így, de nem a fülébe húzva, csak így, és hát egy hasonló szemüveg, egy hasonló jellegű szemüveg, és nagyon feltűnő volt, és nagyon, nagyon kilógott abból a, hát még a 80-as, 90-es években azért elég szürke volt Budapest. És egy ilyen színes ember voltál, és arra emlékszem, hogy a Barabás Marci mutatott be minket egymásnak, ha nem csal az emlékezetem. De minden esetre mi akkor már összebarátkoztunk, és ehhez képest engem eléggé meglepett az, hogy mikor megnéztem ezt a kiállítást múlt héten, akkor a műveknek egy jelentős részét én még soha nem láttam, pedig ezek 80-as években készültek. És úgy döntöttem, hogy nem sértődök meg, hogy nem mutattad meg őket. De hogy lehet, hogy én ezeket nem láttam? Ez úgy lehet, hogy ezek nagyon-nagyon korai képek, és elég sérülékenyek, mert kartonon vannak. Bár a karton örök, tudjuk az egyiptomi papíruszokból, meg az egyiptomi papír maszkokból, hogy több ezer évet simán kibírnak, de nem árt, ha el vannak csomagolva. És ezek, mivel egy korábbi lakásunkba készültek, ezeket akkor elcsomagoltuk a szállítás alkalmával, és talán egy nagy amerikai túrán egyszer részt vettek, de már nem emlékszem pontosan a dátumra. Akkor elvitték talán 2-3 évre azokat a képeket. De ezt milyen módon vitték, szállították? Szerintem akkor? Szerintem hajón. És amikor visszaérkeztek, úgy hagytam becsomagolva, és soha nem vettem volna elő, ha a Gábor és a Barbara nagyon kedvesen nem bök rá a komputerbe, hogy ez mi. És akkor vettem elő őket, és azt mondták, hogy ez nagyon jó lenne a kiállításban, amit ezúttal is köszönök, mert soha nem láttam volna ilyen szituációban ezeket a képeket, és valószínűleg senki nem látta őket. És hát ráadásul nem csak ezeket látom most először, hanem ott kint az első teremben ezeket a kis ágas-bogas rajzszobrokat. Hát azok is el voltak dugva. Ugye ez egy 23 éves fiatal srácnak a munkái, ezzel a hátsó képpel egyidejű képek 78-ban készültek. És aztán ahogy elkészültek, gyakorlatilag bekerültek egy dobozba, és az a doboz egy hátsó ilyen süllyesztő raktárban vészelték át ezt az elmúlt, már nagyon sok időt. És soha nem vettem elő őket. Szintén most találták a Gáborék a komputerben, ugyanez a kérdés merült fel, hogy és ezek mikoriak, milyenek, előhoztam, és úgy ítélték meg, hogy ez klassz lenne kiállítani. Én meg nagyon örülök, mert sem kiállítva nem voltak, sem nem nagyon mutattam őket. Talán egyszer az a vörös szobor, ami ott a kis fülkébe van, az valójában Hannibás is rakja. 1984. És van egy kék is, ami mondjuk az elmúlt évtized, az már a kis melankólia szobrokhoz hasonló karakter.
ez a kis piros szobor, ami ott abban a mélyedésben van, amikor bejöttem, akkor arról egyből az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint egy ilyen lenyelhetetlen falat. Tehát, hogyha számba veszem, akkor nem tudnám lenyelni, de se lenyelni, se kiköpni. Tehát, hogy egy ilyen furcsa képződmény, mert nem hasonlít ezekre a rajzszobrokra, nem hasonlít a későbbi szobrokra se. Tehát valami, ami mintha nem is lenne megformálva, hanem mintha találtad volna, de hát ilyet az ember természetesen nem talál, mert a természetben ilyen nincs, de mégis ez az. Erről van szó, igen. Ez igen. Hát ezt nem is gondoltam, hogy ilyen könnyű, de minden esetre... Igen, tehát hát olyan, mintha ezt úgy valahonnan úgy fölemelted volna, és ez nekem nagyon, nagyon megtetszett, mert tulajdonképpen olyan, mintha ebből bomlanának ki aztán a később ilyen rajzszobrok, meg ebbe bele lenne sűrítve, mikor ez? 84, mintha ezek meg későbbiek. Nem, 82-83, tehát ott közvetlenül. Ja, igen. Igen, tehát mintha ez meg azok ilyen be lenne sűrítve valami, és aztán ez úgy szétnyílik, és akkor jön belőle ez a kaotikus szubstancia nevű kép, jönnének belőle először a kis szobrok, aztán a nagy szobrok, és akkor még nem beszéltünk ugye a melankóliáról, ami minthogyha szintén ebből születne meg. Igen, valóban ez egy elég centrális darab. Volt egy olyan szériám, ami mitológikus elemeket használ fel, és azon belül úgy hívom, hogy a Hannibal sztori. Ez egy nagyon érdekes probléma. Miért állt meg Hannibal Róma falainál? Elment egészen odáig, kétségeim vannak, hogy nem tudta volna elfoglalni Rómát. Én azt képzelem, hogy ez egy nagyon, azon kívül zseniális hadvezér volt, nagyon okos is. És elgondolta, hogy ha ő bemegy Rómába, akkor ő válik Rómába. Nem fog változni semmi. Róma egy hatalmas birodalom, csak mondjuk ő lesz a római császár. És valamiért ezt nem akarta. És ez a probléma izgatott engem, hogy ugye mi itt még a szocializmusban vagyunk, hogy mi történt, kiüldözték az oroszok a fasizmust Magyarországról, és egy szimbolikus utalás ez tulajdonképpen arra, hogy mi történt azzal, hogy ide bejöttek, hogy elfoglalták ezt az országot, kicsit ráerőszakolták a kultúrájukat, megszervezték egy kicsit a saját arcukra a rendszert, mi ebben nőttük föl, vajon nagyon nagy változás történt-e? Erre reagál ez a Hannibal sztori, hogy Hannibal ennél okosabb volt, nem akart Rómává válni. Ez tulajdonképpen a kudarca, vagy az emberi nagysága. Ezért érdekel a figura. És ez a szobor kicsit ezt is jelképezi, hogy egy vörösen izzó sisak, ami a harcokban megedződött, de valójában akár lehet vér is, és a plasztikai ereje tulajdonképpen, ami egy ilyen antik sisakban azért megvan, annak egy szoborrá formált verziója, persze sose volt kiállítva. Persze, én nekem nem ez jutott eszembe, nem is a Hannibal, meg főleg nem ezek a politikai dolgok, amiket mondasz. Nekem egészen más asszociációm volt, nevezetesen, hogy ugye van az a Stanley Kubricknak a 2001 Odüsszeia című filmje, gondolom mindenki látta, és annak az elején tűnik föl ez a bizonyos monolit, amikor ugye a film azzal kezdődik, hogy ezek a majom lény, nem a majom emberek, hanem nem emberek, hanem majmok élnek ilyen csordákban, és egyik reggel, amikor fölébrednek, akkor egy tökéletesen megmunkált geometrikus monolit ott áll a barlangjuk előtt, és kijönnek ezek a majmok, és ilyen állati izgatottak lesznek, elkezdik tapogatni, örjöngenek, minden, aztán a monolit eltűnik, de a majmokból ember lesz. Pontosabban elkezdenek ölni, elkezdenek szerszámot használni, és rájönnek arra, hogy kell ölni. Na most ez a monolit, ez magának a teljes idegenségnek a jelképe, tehát a természeti tájban megjelenik valami, amit látható nem ember kézművelt, hanem mintha egy idegen bolygóról jött volna ide. A
Stanley Kubrick egy nagyon művelt, képzőművészetileg nagyon művelt rendező volt. Amikor a 18. századi filmet csinálta, most nem jut eszembe hirtelen, a Barry Lyndon című filmjét csinálta, akkor például a saját bevallása szerint 10.000 18. századi képet és metszetet nézett végig, tehát mindent tudott. És nyilvánvaló, hogy ezt a monolitot ő szerintem lopta valahonnan, mert sokfélén gondolkozott, hogy milyen legyen ez a... És van Dürernek egy metszete, egy híres metszete, ugye a Melankólia, Melankólia 1514-ből, és azon is minden látható, mindent megmagyaráztak már a művészettörténészek, de van egy furcsa képződmény, egy furcsa kődarab a háttérben, és azt senki nem tudta mai napig megmagyarázni, hogy az micsoda. Egy idegen test az is. Szerintem a Kubrick erre utalhat, hogy egy idegen test, és nekem ez ugrott be, hogy semmire se hasonlít, itt van ebben a kiállításban, egyik tárgyra sem hasonlít, de valamiért mégis fontos, valamiért mégis van egy vizuális ereje, még akkor is, hogyha meg nem tudnám mondani, hogy mitől. Hát ez csodálatos hasonlat, amit mondasz, mert ez azt jelenti, hogy fölidéz a plasztikai erején keresztül a szobor valami olyat, amit esetleg én nem is gondolok. Az, ahogyan én elmeséltem a szobor történetét, az valójában egy művésznek a töprengése arról, hogy hogyan reagáljon a saját korára, de a szobor az teljesen ki van téve a ti reflexió. Nem kell, hogy azt tudjátok, hogy én mire gondolok, hanem fel kell keltsen valami érzést. És hogyha jól vettem ki a szavaidból, ez pontosan képes azt az ellenkező, vagy a szándék azt az ellenkező hatást váltja, hogy ők megtanulták, hogy hogyan kell ölni. Ez a csávó meg ott Róma falainál megértette, hogy miért értelmetlen élni. Tehát úgy vált emberré, úgy vált igazi emberré, hogy elengedte az ölést. Egy olyan sors helyzet elé állította ott az a pozíció, és azt szimbolizálja a szobor. Tehát, minthogyha az kaput nyitna az erőszaknak, ez meg megmutatná ennek a kapunak, hogy be lehet az zárni. Pedig csak egy icipici kis plasztika. Igen, de mondom, én megmaradnék csak a pusztán a vizuális... Az esztétikai hatásra. Igen. De ez nem esztétikai hatás, hanem hogy nincs köze a többihez. Hogy nincs köze a többihez. Úgy van köze, hogy nincs. Hogy egy sűrítmény. Egy sűrítmény, és valahogy ide kerül, és te úgy érzed, hogy ez ide tartozik, és valóban ide tartozik, miközben, hogy mondjam, kilóg belőle, kilóg az egészből, és akkor azért mondtam el ezt a Kubrickot, vagy és utána a Dürert, mert hát azért ott van a hívószó, ugye a melankólia. És persze te már akkor is tudtad, mi a melankólia, mikor én ezt a szobrot csináltam, hiszen 84 körül jelent meg a könyved. 84-ben jelent meg a melankólia könyved, én meg még nem tudtam, hogy mi a melankólia. Tehát lehet, hogy az erő már benne van, vagy az érzet, vagy a szándék, de még nem fogalmazódik meg a fogalom. Hát nem fogalmazódik meg, de ott van. Tehát ott van. Ott van. Tehát, hogy millió élmény, tehát az embernek számtalan élménye van, aztán ezeket az élmények úgy eltűnnek, és csak 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva emlékként előjön. De hogy az élmény és az emlék közötti 20 évben, vagy mi történt velük? Meg velünk. És a melankólia folyton velünk van, és valójában, ha nem is tudunk róla. Hát igen. Igazából. Igen. És ahogy a te munkádban kulcsfontosságú, most már 2 könyv szól erről, ugye az én munkámnak is a kulcsa, vagy a... Ugye a Hans Belting azt írta, hogy a melankólia a Sós Tamás művészetében az alaphang. Igen. Hát én ezt úgy mondanám, hogy a generálbasszus. A generálbasszus, ugye ezt így szokták igen, mondani. Igen. Tehát ami még, ha nem is erről van szó, akkor is úgy ott. A Belting azt hitte, hogy a cantus firmus. Igen, tehát, hogy ez majdnem ugyanaz. Az, hogy az alap. Majdnem ugyanaz.
És ez egy nagyon érdekesen kapcsol minket össze, mondhatnám, hogy a két nagy melankolistával ültök szemben most. Jó, akkor most kitolok veled. Akkor most tolj. Én tőlem mindig meg szokták kérdezni azt, amit én most tőled kérdezek, meg te melankolikus vagy? Egyáltalán nem. Nem, ugye, hogy nem? Egyáltalán nem, ha van olyan, hogy melankolikus valaki. Valójában ilyen nincs, mert én azt gondolom, hogy a melankólia az egy nagyon széles spektrumon van jelen velünk. Nem a szomorúság a melankólia. Hát mi nem beszéltünk össze, de Tamás, most milyen megölellek, mert hogy végre valaki azt mondja, hogy kimeri mondani azt, hogy nincs olyan, hogy melankólikus ember, hanem hogy ez egy folyamat, ami hol van, hol nincs. Tehát ez egy, hogy mondjam, nem feltétlenül a karakter kérdése, nem egy alap jellegzetesség az embernek, hanem, és főleg nem azonos ugye ez azzal, hogy levertség, szomorúság, mélabú, vagy ez az egész gics, ami úgy rátelepedett, hogy szép séta tengerparton, és naplemente, és stb. Tehát nem, hanem ez valami... Hanem mi? Akkor mi? Hát ez az, hogy mi... Én... Most lopok tőled. Lopjál tőled. Ja, van a Tamásnak van itt egy kis füzete, egy ilyen kis Moleskine. Egyébként én is mindig Moleskine-ba jegyzetelek. Van egy ilyen régen csinált egy Moleskine füzetbe, ilyen tele van ilyen jegyzetekkel, meg be is van ragasztva egy kis kép, és az egész a melankóliáról szól, így néz ki. És ugye azt írod benne, elég szép, de nehezen olvasható a kézírásod, hogy tulajdonképpen az ember bele van vetve a létbe, a lét az ember révén figyeli önmagát, miközben az ember figyeli a létet. Magyarán, hogy mi itt vagyunk, és benne vagyunk valamiben, alá vagyunk, fejünk bubjáig részese vagyunk valami nagy egésznek, amit úgy nevezünk úgy, hogy lét, és közben erre a létre mi valahogy mégis rá is látunk. Tehát ez a furcsa helyzet, hogy egyszer vagyok benn is, kint is. És hogyha az ember ezzel, ez valahogy tudatosul benne, hogy egyáltalán nem természetes az, hogy benne vagyok valamiben, hanem ezt elkezdek reflektálni, akkor jön az, amit esetleg melankóliának lehet nevezni. Tehát egyfajta... Hát nagy szó, de egy ilyen metafizikai nyitottság. Igen, igen. Teljesen egyetértek. Mivel engem idéztél, igen, valóban. Azt gondolom, hogy a melankólia olyan, mint egy ilyen kötfátyol a lét és a mi hétköznapi valóságunk között, és az néha fellebben, bizonyos sorsszerű pillanatokban. Apád halál, akkor a temetésen, a testvéred esküvőjén akár, vagy a sajátodon, egy jó szeretkezés közben, bizonyos pillanatokban meglebben és rálátsz az általános gyönyörűségre és az általános szenvedésre, annak, hogy ennek részese vagy. És hogy nem óhajtottad ezt, úgy születtél, hogy nem tudtad, hogy nem óhajtottad a születésedet, annyira nem óhajtod valószínűleg a halálodat se, de erről nem tudok beszélni, ezt majd utána megbeszéljük egy kocsmába, ha már mindannyian túl vagyunk ezen. És valahol a melankólia ezt a bizonytalan bizonyosságot jelenti számomra, hogy érdemes a képekkel törődni. Érdemes egy bizonyos fajta komolysággal fordulni a művészet felé, mert a művészet segít abban, vagy egyedül talán a művészet segít abban, hogy ezt a fajta emberi sorskérdést vagy döbbenetet, ami, hogyha ez a kis fátyol meglebben, azon keresztül látsz, ezen átsegítsen. De ez csak az én szándékom arra, hogy mit fessek. A képből nem kell, hogy látszódjon. De ha látszik, az nem baj. De nem erről. Mint ahogy a szoborban se kellene mindnek látszódnia, teljesen másfajta. Tehát az asszociációs háló nyitva van mindenki számára, el kell gondolja, hogy neki mit jelent a műtárgy. Az én szándékom csupán egy alapok, hogy létrehozzam.
Te viszont írtál a könyvedben egy hosszú történetet a melankóliáról, hogy milyen csodálatos az emberi gondolkodásban a szerepe. Az első könyved gyakorlatilag arról szól. Hát tulajdonképpen én megkockáztatnám azt, hogy most visszautalva erre a Stanley Kubrickra, hogy megjelenik egy ilyen monolita, tulajdonképpen megjelenik a szellem, l'esprit, ugye? Megjelenik a szellem. Azzal, hogy a szellem megjelenik, az ember egyszer s mind ráébred a saját törékenységére, arra, hogy született, meg arra, hogy meghal, amire mondjuk az állat nem képes. Tehát az állatnak nincs születéstudata, meg nincs haláltudata, legalábbis előrevetítve. Tehát az ember abban a pillanatban, hogy szellemmé válik, abban a pillanatban, hogy tudatra ébred, ráébred az életének a beszorítottságára is, hogy jött valahonnan, nem tudni honnan, megy valahova, nem tudni hova, és ez a fajta tudás, ez a fajta ráismerés, ez is melankólia. Magyarán az ember eleve melankólikus lény, független attól, hogy egész életében nevet, vidám minden, de mint alapadottság. Tehát ez a generál basszus, ez magunkban a létezésünkben ott van, független attól, hogy tudunk róla, nem tudunk róla, és bizonyos pillanatokban mindenki erre fogékony lesz. Tehát amit mondasz, hogy egy jó szeretkezés, vagy a szerelem, vagy egy másodpercvel egyszer csak, hogy ráébredsz valamire, ezek nagyon mámorító pillanatok, és közben, ha elgondolkozz rajta, akkor nagyon kétségbejtő is. Igen, most hadd idézelek én téged, különösen a szoborral, meg a szellem szóval kapcsolatban, hogy egy szövegedben azt írod, hogy ezek a szobrok valamiképpen lélekformák. És nem úgy lélekformák, hogy nem magát a lelket ábrázolják, hanem a lélek lelkét, vagyis a szellemet. Így szól a mondatod. Hogy a lélek lelke egyenlő szellem. Hogy megérezted azt a fajta különös vágyakozást, ami a szobrokban a születés pillanat, ahogy mint egy növény próbál kibomlani, de mindig az összes szoborban ugyanaz az elv, vagy ugyanaz a szándék munkál, de ez a fajta kötszerű, fátyolos változékonyságot, ahogy én a melankóliát elgondolom, ahogy jelen van, folyamatosan velünk van. Olyan, mint a lélek belső formája, ami folyton egy ilyen mozgékony, füstfelhőszerű, de hát füstből nem tudok szobrot csinálni. Ez nem sikerül. Ezért ezek bizonyos pillanatokban bizonyos helyzeteket fölöltenek. Természetesen a plasztikai energia ugyanolyan fontos, vagy tehát egy komoly szakmai háttere van nyilván egy szobornak, de tulajdonképpen pontosan erről szól, amit megfogalmaztál. Hát most egyébként, most nézve ezeket, kiegészíteném ezt azzal is, hogy olyanok, mint a bábok, amiből még bármi meg is születhet. Tehát még... Szinte a burkát le nem vetett. Bele tudnám képzelni, hogy egyszer csak megrázza magát, leválik róla van, és akkor megjelenik valami, ami hát nem tudjuk mind, mert nem ember, nem állat, nem tudni micsoda. Hanem valami. Egyébként zárójelbe, ezt annak idején neked meséltem, hogy 20 évvel ezelőtt 2002-ben, akkor Hollandiában éltem egy évig, és akkor esténként bekapcsoltam a holland tévét, bár nem értettem, és mindig megjelent egy hirdetés a Randstad, a Rabobanknak a hirdetése, és egy férfi vagy egy nő, nem tudom, egy ilyen térben magyarázta, milyen jó legyen ön is a Rabobank, hogy hívják ki a kliense, és a háttérben állt ez a szobor. És én akkor mondtam, hogy hogy a fenében van ez, és akkor vagy fölhívtalak, vagy nem tudom, akkor hazajöttünk, és akkor kérdeztem, és nem tudtál róla. De ez a szobor állt, mert Pesten forgatták a reklámot. Ugyanis a... Igen. Ludwigban vagy... Úgy van. A Ludwig, nem, a Micsoda. Vagy a Micsoda. Nem. Volt a Budapesten egy időben. Vagy a Kiscelli?
szép művészeti, nem tudom, Rabobank volt Budapesten. Na, hát igen. Én arról tudok, hogy egyszer felhívtak a filmesek, hogy szeretnének kérni ilyen szobrokat, mert látta valahol a főrendező, és akarnak, hogy én hajlandó vagyok-e hozzájárulni, és akkor berendeztem nekik egy teret, de az nem az a bank volt, hanem egy másik, itt székelő, holland, biztos, hogy holland, de hogy... Vagy ING lett? ING. Lehet, hogy ING volt. Lehet, hogy ez ugyanaz, amit te láttál. És akkor ING volt. És ott több kicsi és néhány ilyen nagy. Volt egy nagy és akkor mondtam. De én soha nem láttam, mert kitoltak velem, mondtam, hogy kérek a filmből egy verziót, meg akarom nézni, mielőtt vetítik. Legalább ennyi. Hát akkor te is úgy jártál, mint most már megint a 2001 Gyűrű Odüsszeiához visszatérve, hogy annak az elején ugye a zene megy végtelenségig, a Ligeti Györgynek ez az Atmoszfér című műve, amiről a Ligetit nem elfelejtették értesíteni, és később ilyen óriási jogvita támadt, és persze nem fizettek neki semmit, mert hát így jártál te is ezekkel a szobrokkal. Hát, de én odaadtam, tehát, és ezt sem merem így kijelenteni, hogy nem fizettek semmit. De hogy ez így összekapcsolt minket, úgyhogy te nem is tudtál róla, de láttad ott, ez nagyon érdekes. Hát tényleg 25 éve összejáró barátok vagyunk. Sokat ül Laci a műteremben, és nagyon szégyellem, hogy ezeket tényleg nem mutattam, de hát azért van ott más. Nem tudnád előhúzni. Nem tudnád előhúzni, igen. És hát rengeteg kép van. Vagy legalábbis a kedvemért nem húzod elő. Hát vagy mindig az aktuális kiállításról beszélgettünk, amire, ahova azok kerülnek, vagy a könyveidről, gyakran nem kerül sor műtárhoz. Te mesélj már arról, hogy ezt a két nagy képet, hogy ezt hogy csináltad? Tehát magáról a technikáról, vagy a folyamat? Ez 82-83-as képek, tehát itt már olyan 25 éves vagyok, ugye? 55-ben születtem, tehát mindenki tudja, hogy hány éves voltam, nem tudok számolni. Az első kép egy... A jobb oldali egy számomra rendkívüli alapdarab, egy nagyon hosszú, szinte meditációs folyamat ez, ahogy ezt a nagyon-nagyon sok gesztusmezőt több rétegben felfesti az ember. Csodálatos élmény. Gyakorlatilag elmerülsz ebben az élményben, hogy létrehozod ezt a rezgő, vibráló felületet. Természetesen van egy hátsó szándéka, ami különösebben nem érdekesít, hogy a létezőnek, ahogy elmondtad, hogy a létező él át minket, és mi a létezőt éljük át, és a létező bennünk éli át önmaga létét. Ez azt a szintjét mutatja meg ennek, amikor csak rezonancia van, amikor csak az atomi részecskéknek a vibrációja van. Akkoriban kezdtek arról beszélni, hogy kvantumfizika, hogy egy kicsi elem itt is, ott is, bármikor megjelenhet. Nyilván ez is hathatott rám, hogy ez a különös rezgő világ, ez valójában tényleg az egy jó alap egy fiatal művésznek, hogyha meg tud fogalmazni egy olyan alappozíciót önmagának technikailag is és szellemileg is, ami az ő kis szigete, ahol el tud válni egy kicsit az akkori művészeti folyamatoktól, de úgy, hogy nyitott bármire, hogy képes lesz aztán később hozzá kapcsolódni. De te nem jártál a főiskolára? Én nem jártam képzőművészeti egyetemre, én egy privát mesterhez jártam, mint a reneszánszban. De jártál az iparművészetire? És aztán elvégeztem az iparművészeti egyetemet, mert a feleségem azt mondta, hogy... Kell egy szakma. Hogy menjek az iparművészeti egyetemre vele. És tényleg együtt jártunk egyetemre, isteni volt. De egy ilyen kép megszülethetett volna a főiskolán? Valószínűleg nem. Valószínűleg a mester belebeszél, vagy az a függetlenség talán. Egyébként sem hiszek ebben a képzőművészeti egyetemi képzésben. Szerintem a művészet így nem tanulható, viszont van 4 év szerencsés időszakuk, mikor azt csinálnak nagyjából, amit akarnak. Ha a mester nem dumál bele, annál jobb. Akkor ott együtt ők fölérnek, megtanulják a szakmát, ha meg lehet tanulni a szakmát. Ugyanakkor azzal együtt, hogy te nem jártál a főiskolára, és ezek szerint nem voltál, vagy nem tudom, benne voltál azért a
képzőművészeti főiskolásoknak az életébe? Igazából nem soha. Az nekem teljes egészében kimaradt. Én nagyon korán, nagyon fiatalon tagja lettem a művészeti alapnak. A szocializmus egyik érdeme volt, hogy ezeket a hirtelenugrásokat lehetővé tette. Akkor volt egy ilyen, hogy a fiatal művészek stúdiójába lehetett pályázni, abban az évben engem vettek fel egyedül. És kaptam egy szép kis levelet, hogy mostantól olyan vagyok, mintha elvégeztem volna a főiskolát. Ennek nagyon örültem, hogy tényleg olyan vagyok, mint aki elvégezte a főiskolát, és ezentúl kiállíthatok. Úgyhogy én körülbelül 77-től kiállító művész vagyok. De utána az elég gyorsan belekerültél a mainstreambe, hogy úgy mondjam, tehát hogy például a Hegyi Lórinak ebbe az egész istállójában már te is ott voltál. Hát hogyne, hogyne. A Lóránt nagyon sokat járt a Kornishoz, és a Kornish felhívta arra a figyelmét, hogy a művészeti folyamatok azok a művészeken keresztül zajlanak, nem a művészettörténészeken keresztül. És hogy a művészeti folyamatokat érdemes figyelni úgy is, hogy elmegyek műterembe. És akkor ő elkezdett járni műtermekbe, és felfigyelt arra, hogy mondjuk a Nádler István hasonló dolgot csinál, holott 15 évvel idősebb, mint a Sós Tamás, meg a Kelemen Károly, vagy a Klimó Károly, vagy a Bak Imre. És elkezdett velünk beszélgetni. Vagy a Koncz. Vagy a Koncz Andris. Koncz Andris. És akkor összeállt egy szellemi közeg, mert a Lóránton keresztül összekapcsolódott ez a társaság. Így alakult ki tulajdonképpen a 80-as éveknek egy különös szellemi virágzása, egy ilyen kis csoporton keresztül. Hogy kiderült, hogy mi szabadságot szeretnénk, színességet szeretnénk, mondhatod, hogy milyen szürkeség volt. Mi színes nagyképeket szerettünk volna festeni, és nem képcsarnok festők akartunk lenni, amit jól el lehet adni. Látszik a méretekből is. Soha nem elgondolható volt a 80-as években, hogy ez valaha egy gyűjtő számára egy ilyen méretű kép érdekes. Lakásba lehet. Nem nehéz fölrakni lakásba? Én gondolom, ma már a terek lehetővé lehet, de teszik, akkor nem voltak akkor ilyen. Akkor valószínűtlen volt. Az ember 20 évesen meg nem fest múzeumnak, hanem magának fest. Hát igen, mert múzeumban akkor nem kerülhettél be. Múzeumban nem kerülhetett. Lakások még nem voltak olyanok, ahova ez bekerülhet, tehát ez tulajdonképpen magadnak. És a második kép technikailag bizonyos értelemben még érdekesebb, mert a faktúrája vastagabb, ugyanez ez a nagyon sok munkával előállított gesztusmező egy sokkal vastagabb struktúrából jön létre, és itt jelentkezik először, és talán nem nagyon sok ilyen kép van ebből a szempontból nekem kuriózum, hogy azok a nagy színes fleklik, a kékek, a vörösek, a sárgák, azok papírmaséval megszínezve, biztos gyerekkorotokban csináltatok ilyen papírmasé valamit, és az van ráfröcskölve. Tehát egy olyan típusú véletlenszerűség jelentkezik ott, ami a közegen keresztül érkező anyag, még át is hatol ezen a rezonancián. Tehát fölveszi annak a ritmusát, és úgy kerül rá a képre. Mind a kettőt nagyon szeretem, két alapkép. Még egy készült belőle. És ez mire készült? Ez papír? Ez papírkarton, akkoriban nagy volt a szegénység, nem lehetett igaz. Hát azt nem merült föl, hogy vásznat vesz. És honnan szereztél ekkora papírkarton? Ez a papír, akkori papírgyár igazgatónőjének kegyelméből kaptam 10 darab ilyen nagy ilyen kartont. Ilyen méretű karton. Azért ekkora kép, mert ekkora a karton. És kettő-kettő van összeragasztva, tehát összesen készült 5 kép, ebből 4 itt van. Egy az magángyűjteményben van, azt nem kértük el, mert el se férne igazából. És ott van a hátul a sarokban a kisebbik kép, annak pedig a hordozó felület, azt látom, hogy végig ilyen sráfok mennek. Tehát ez... Az ugyancsak karton, azért ilyen kisebb méretű, mert ez egy kisebb karton. Valaminek volt a maradéka, de jóval korábbi, ugye az 78-as kép, a legelső valóban Sós Tamás által aláírható művek egyike, ahol azért nagyon szeretem ezt a képet, még egy van belőle, mert szinte sűríti, ugyanúgy, ahogy a szoborról elmondtad, a későbbi jelenségeknek, amik rajtam keresztül valahogy feltárulkoznak, annak egy különös sűrítménye, egy ilyen megsejtettség van benne, egy ilyen különös fiatalkori vágy, hogy megtaláld magad, és közben megelőlegez egy sereg olyan, te jó ismerője vagy a munkáimnak, látod benne, hogy tulajdonképpen ezek a formák is felsejlenek benne,
Van egy ilyen széria is, ami ezekről a gesztusokról szól. Igazából úgy született a kép, hogy akkoriban olvastam egy könyvet a zen gesztusfestészetről. Egy ilyen nagyon picike kis kötet, három reprodukcióval. Hogy a zenben a gesztuson keresztül milyen szándékok tudtak felszínre kerülni, papírra kerülni, és az nagyon érdekesnek találtam. Hogy egyfajta lelki érés folyamatában létrejön benned egyfajta gesztus, aminek a spontanitása nem segítette. Igen. Tehát a spontanitása visszahat aztán mindenkire, aki látja, fölismeri ezt a fajta értéket. És ezzel elkezdtem kísérletezni akkor. Az is egy nagyon sok rétegű kép. Tehát az mondjuk egy éven keresztül festődött ilyenre. És aztán ebben maradt, ebben a szürke, lefedett tónusú mélységben, és arra kerülnek rá a gesztusok, kis villódzásokkal. Engem mondjuk nagyon megragadott az, hogy a kép mögött tulajdonképpen látszik az a kartonnak az a struktúrája, és erről ugye eszembe jut, hogy az Elkazovszki festett csomagoló kartonokra, és tulajdonképpen ez dobozokra, és hát ez a 70-es éveknek ez a szegénysége, ugye, hogy az is ott van mögötte valahogy, amit ma az ember már nem érzékel, vagy nem lehet tudni, de... És közben csodálatos technikai szépséget ad. Hát itt van, ahogy húzódik a gesztus, látszik, ahogy az ecset ritmust vált a karton hullámzásán. Ezt nem lehet megcsinálni. Itt is látszik. Olyan, mintha nyomva lenne a struktúra, de nem. A száraz ecset, ahogy átpattan azokon a kicsike hullámokon, amit nem is látsz, nem is érzékelsz. Ott is úgy, és gyönyörűvé teszi a faktúráját a képnek. Bársonyossá, mert beszívja a festéket. Rögtön ott marad a nyoma, nincs idő változtatni, rögtön. Amit meghúztál, úgy marad. Fölé lehet festeni, el lehet tüntetni, de nem lehet alakítani, mint egy vászon olajnál, ahol folyamatosan a technológia segít, hogy egy Leonardo 10 évig festett egy arcot, azt nem lehet kartonra. Azt akkor újra és újra meg kell festeni az olaj, meg kicsit alakítható, kicsit bársonyosabbá lehet tenni, kicsit. Tehát a karton és az ugye nagyon egyszerű anyagok, ezek iskolai tempera, vagy ilyen fafesték, ami a házban ott megmaradt, ahol laktunk, vagy ami... Mi volt az olcsó, be lehetett menni az Ápiszba, és volt olcsó. Kitűnő minőségű egyébként, ezek kitűnő minőségű anyagok. Láthatóan, hát lassan, hát ugye 78-as kép, hát nem egy fiatal, és semmi sem változott. A szobrok, azok ugye ez a két nagy fekete szobor, ebben azért van valami fenyegető is. Tehát, hogyha mondjuk egymás mellé rakjuk egy kiállítást, akkor olyan, mint egy ilyen kapu, vagy valami, ahova semmi jót nem ígér ott belépni. De a későbbi szobraid, azok meg ugye egyre világosodnak. Most, amikor volt ősszel a Art Market, voltam Bálnában. Igen, az volt. És akkor ott mentem, és eljutottam a Gábornak a galériájához, és ott voltak a képek, és ott volt a többek között ez a kis kék szobor. Ugye Gábor a kék szobor volt ott, állt ott. És annyira vidám volt, tehát olyan önmagában, hogy ott állt, mint egy ilyen, hát, hogy itt vagyok, és vidám vagyok, és nem érdekel semmi. És mi a címe? Melankólia. Én azt akkor nem láttam, én azt nem láttam, csak olyan iszonyú jó hangulatot teremtett ott abban a művészeti vásárban, hogy állott egy ilyen furcsa, mit tudom én, micsoda. És aztán kint vannak még a színes szobrok is, hogy színesedett ez így? Hát úgy, hogy ezek a szobrok végtelenül szemtelenek. Tehát ezek fehérrel elkészülnek, benn állnak a műterembe, és egyszer csak elkezdenek nyafogni, hogy én vörös akarok lenni,
Aztán, mikor vörös lett, akkor nem, mégis inkább fekete akarok lenni. A kék azt mondta, hogy ő kék akar lenni. Kék, hát könyörgöm. Igen. Egy szobor. Kék szobor, kék igen. Szobor. Hát egy vicc az egész. Kék akart lenni. Én meg hajlok erre a párbeszédre, hogy jó, hát ha kék szeretnél lenni, akkor legyél kék, és akkor lefestettem kékre. Egy bizonyos időszaknak ezek a színes szobrok, igazából a nagy feketék, amik az alapszobrok, vagy a nagy fehérek. És közte vannak ezek a szobroknak ez a szemtelen játékos kívánsága, hogy némelyik vörös szeretne lenni, némelyik kék, és hát én rettentő élvezettel csinálom ezeket, mert részben, amiről beszéltünk, hogy a melankólia nem csak szomorúság. Döntően természetesen ez a sorszerű, katartikus élmény határán jelenik ő meg, de azért megjelenik azokban a gyönyörnek, vagy a szépségnek a pillanataiban, és ezért elbírják, vagy szeretik a színt. Valamint természetesen egy szobrász, vagy egy, én nem tartom magam szobrásznak, én festő is vagyok, meg minden amivel el tudok mondani valamit. Számomra a szakmai és a plasztikai érték ugyanolyan fontos. Úgy gondolom, hogy az övrben el kell, hogy férjen néhány különös darab, a másságnak a jelenléte is. Hát, mint ahogy rengeteg ilyen furcsa kettősség van az életművedben, mert nagyon érzéki, de közben meg nagyon erősen konceptuális is, amit csinálsz. Ez nagyon fontos. Vagy van benne egy adag vidámság, könnyedség, tehát ezek úgy lebegnek, minden, de közben van egy súlya, van egy komorság, vagy nem komorság, vagy egy komolyság, vagy egy ilyen megterhelt dolgok. Tehát egyszerre könnyed és nehéz, meg hát azt kell mondanom, hogy patetikusak is. Tehát úgy látom, hogy te nem félsz attól, hogy patetikus legyél, ami egyébként majdhogy nem tilos ma. Majdhogy nem tilos a mai képzőművészetben. Tehát ilyen értelemben te folytatsz egy olyan hagyományba kapcsolódsz vele, ami egyébként egy európai hagyomány, egy sok száz éves európai hagyomány, hogy amit érzek, azt így kiteszem, tessék, itt van. Miközben hát a mai festészet, vagy a mai képzőművészet azért ezt nagyon nem tolerálja. Nagyon nem tolerálja. Nagyon nem ebbe az irányba megy, akkor inkább azt mondanám. Tehát, hogy... Téged ítézlek meg, én azt írtad egyik szövegedben, hogy a játékosság és a könnyedség által keríti be a nézőt, és vezeti be a súlyosabb drámai folyamatba, és nem pont, használd a patetikusság szót, de van egy sokkal szebb abban a szövegben, de nem fog eszembe jutni, talán neked eszedbe jut. Fenséges. Így van, emlékszem. Hogy hogy elvállalja a fenségesnek azt, illetve ezt te fogalmazd meg, mert te jobb, szebben mondtad. Hát már én sem emlékszem pontosan, hogy fogalmaztam, de hogy valóban én annak idején azt arról gondolkoztam sokat, hogy ugye a fenséges, ami alapvetően nem szép, mert a szép az mindig egy nagyon kiegyensúlyozott párbeszédre szólít föl. A fenségesnél ott próbálsz távol maradni, miközben beszippant. Tehát ahogy fenséges egy hajótörés nézel a tengeren, az egy fenséges látvány, mert rettenetes, félsz, nem akarsz, de közben azért mégis ott állsz a biztos talajon, tehát nem leszel része ennek. És ilyen értelemben mondom én azt, hogy fenséges, hogy arra is hívnak ezek a képek, hogy belemerüljek, átadjam magam valaminek, ami
amire az ember általában nem hajlandó, vagy nem szereti magát átadni nagyon. Tulajdonképpen a fenséges által kísért meg a melankólia mindannyiunkat. Amit most elmondtál történetet, hogy látod a hajótörést, de te állsz a biztos talajon, ez az a helyzet, amikor kicsit fellebben a fátyol, és megérzed a melankóliának ezt a kiterjedő, sűrű jelenlétét az egész létben. Mint egy ilyen én úgy képzelem el, hogy ez mint egy mozgató energia, folyton itt van velünk. Te végigvetted a kulturális történetét ennek, hogy nagyon sokan próbáltak ezen elgondolkodni, hogy mi ez a furcsa törékenység a létben, mert mi Szilágy Tarajon állunk, azt hisszük, távol vagyunk a drámától, mindaddig még meg nem érint minket közelről, de valójában mindig a folyamat, gyakorlatilag egy futó homokba állunk. A művészet erről a rettenetes helyzetről beszél, hogy benne állunk egy futó homokban, amiről azt hiszük, hogy egy nagyon stabil. De közben szép lassan kiderül, hogy öregszünk. A szüleink meghalnak, a gyerekeink öregszenek, megbetegszünk, a gyerekeink megbetegszenek. Hogy a sors egy sokkal gazdagabb létélményt nyújt mindannyiunk számára, mintha csak minden nagyon klassz lenne, meg minden nagyon jó lenne. Hogyha az a művészetben meg tud jelenni, akkor az értékké tud válni. Talán a fenséges fogalma nagyon érdekesen jött elő az absztrakt expresszionistáknál Amerikában. Hogyne. Hát ugye a Rothko. A Rothko. A Newman. Barnett Newman. Egyértelműen. Tehát a nagy karakterművészet, vagy a szépségen keresztül ható, sokkal mélyebb, akár azt is mondhatnám, hogy spirituális erő. Hát ott jelen van a felség. Hát ugye a Rothko kifejezetten arra vágyott, hogy az emberek a festményei előtt leboruljanak és sírva fakadjanak. Ebben társak vagyunk. Nem véletlenül csinált kápolnát. Ugye nem véletlenül csinált. És hát ugyanez a Barnett Newman, ezek az óriási, óriási nagy képfelületek, ezek elnyelik az embert. Tehát ezek azért fizikailag is hatnak. Hát nem tudom, hogy meséltem-e neked azt az esetemet a berlini Nemzeti Galéria, ez a Neue Nationalgalerie-ben van egy hatalmas nagy Barnett Newman festmény. És a Dieter Honisch, te ismerted őt, a Honischt. Jobban volt. Ugye a Dieter Honisch volt ott az igazgató még régen, még a 90-es években, vagy 2000-es évek elején, és egyszer engem bevitte ehhez a képpel egy hétfői napon, amikor zárva volt a múzeum, azzal, hogy egy ilyen széket oda tett elé, és azt mondta, hogy üljek ott 10 percig a kép előtt, ne csinálják semmit, ne gondoljak semmit, csak üljek ott a kép előtt, és nem kellett 10 perc, hogy szabályszerűen megszédültem. Tehát fizikailag tud egy ekkora nagy színmező, de nem egyszerűen csak egy szín, azért színek vannak, többféle szín, de hogy rádugrik, rád borul. Tehát, hogy van létezik olyan képzőművészet, amelyik beszippant. Fizikailag beszippant. Tehát amit most elmondtál, az rávilágít arra, hogy miért ekkorák, miért ilyen dögnagyok ezek a képek. Azért ekkorák, mert elnyeli az ember, mikor a közelébe kerül, be tud lépni a terébe. Érzékeli a méreteket. Valamint azért ekkora, mert ez még befogható, miközben készítem. Most amikor ezt a képet... Ez az emberi lépték. Ezt a képet, amikor fested, akkor ezt... A földre állítod. Ez a padlón. A padlónál van egy kis dobozka, vagy igen, egy fa. És a tetejére hogy jutsz föl? Vagy elérem. Vagy létre. Ecsettel együtt elég magas vagyok. Tehát amikor az ecset elég hosszú, akkor elérem a tetejét. Vagy azért van ott valami kis ilyen méretű sámli, amire fölépek, lelépek, amíg mellé nem lépek, és akkor abban marad a kép. Tehát a méret nem önmagáért, vagy ebben az esetben, mert ekkora volt a karton, és nem gondoltam, hogy szabad ebből kisebbet csinálni. Függőleges volt, vagy vízszintes? Függőlegesen festek. Függőlegesen festetted. Az nagyon ritka, hogy a földön festek, előfordul.
ha olyan anyagot akarok, aminek a száradása hosszú ideig tart, és hogy lefolyna, hogyha... De általában azt is szeretem, mikor megfolyik a festék. A véletlen az én munkámban nagyon fontos szerepe van, nem mindenki számított. És érdekes, hogy ennél a képnél egész korai megjelenik aztán az a nagy melankólia forma, amit itt a pici kék, vörös kép is képvisel, ami aztán a, mondjuk az én pecsétem, vagy a állítólag arról ismerszik meg elsősorban Sós Tamás, ezek a tipikus Sós Tamás képek, azok a két kis forma a két oldalon, ami valójában az ürességről szól közötte, és ez a furcsa imbolygó forma jelenik meg újra és újra monomániákusan, tényleg sok-sok képen, de hát, illetve, itt még nem tudom, hogy miről van szó, ez azért érdekes. Illetve hát még kint van, ugye a és két vörös, van. A két vörös, igen. Meg a kék-fekete, azok is korai verziók. Egyébként, aki nem ismeri a jól a Tamás életművét, az iszonyú gazdag, tehát óriási az életműved, és nagyon sokrétű. Tehát most, amiket tavaly voltak ilyen papírmunkáit kiállítva. Igen, a News sorozat. Igen, az például olyan minimalista, és közben ez a minimalizmussal annyira erős azok a sárgák, meg pirosak, szóval, hogy a Tamás az iszonyú szorgalmas, és mindig irigyellek, hogy ennyit dolgozol. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy a napi rutin az legalább olyan fontos, mint amikor sikerül valami kiemelkedőt létrehozni. Ahhoz, hogy a hosszú távfutó lefuthassa majd úgy a távot, hogy esélye legyen valami komolyabb eredményre, minden nap kell edzenie. Én pedig minden nap valamit csinálok. Ez olyan, mint egy kézműves munka a festészet, hogy részben egy folyamatos készségfejlesztés, sose vagy elégedett azzal, hogy hogyan jön át rajtad az, amit elgondolsz. Ezért minden nap dolgozom. Ha utazom, akkor arra az újságra dolgozom, most már 30 éve, ahol, ha New Yorkban vagyok, a New Yorkira. Ha máshol, akkor más. A napi újságra is valamit csinálok, vagy néha csalok, és elhozom haza az újságot, és amit gondoltam, hogy ott meg kellett volna csinálni, mert nem volt rá idő, mert éjjel elaludtam, vagy későn ébredtem, vagy nem tártam megfelelő festéket, akkor itthon még megcsinálom. Nagyon frissen, nagyon gyorsan, utána egy pár napon belül. És ebből összeállt egy nagy hosszú sorozat, több ezer darab. Ami egyszerre a mi közös történetünk, hiszen az újságokban ott van az esemény, mi történt aznap. Egyszerre látjuk az életünket, a napi folyamatot, hogyha ebből a néhány százat kirakok falakra, látjuk a saját életünket, és látszik az én beavatkozásom. Mit tartottam fontosnak, mit törlök ki belőle, ezekre gondolsz? Hát igen, meg ami volt a fugában is. A fugában, volt fugában ez a voltak sorozat, ezek a... Igen. És dolgozol úgy is, hogy Nem akarsz feltétlenül valamit művet létrehozni, hogy úgy mondjam, csak éppen gyakorolsz? Tehát ahogy a zongorista gyakorol? Igazából olyan, azt sose gondolom el, hogy gyakorlok, hanem azt gondolom, hogy mindig létrehozok valamit, mindig, ez így nem mondom, hogy alkotok, hanem hogy valami gondolatot kifejtek, vagy kipróbálok, vagy továbbfejlesztek. Ez egy rossz szenvedély a művésznél, mert egy csomó viszonylag jó képről azt gondolja az ember, vagy én azt gondolom, hogy tovább tudom fejleszteni, és hozzányúlok évek múlva is. Ennek néha a viszonylag jó kép áldozatul esik, és leromlik vacakká, és ki kell dobni. De akkor az egyszer vagy kétszer, ha átugrod ezt a lehetőséget, és valami, mint ahogy erre a képre sokkal később kerül rá, hogy Délesprit. Majdnem, hát jó 5 év, ugye 83-89. 89-ben kerül rá a felirat. Ott is az a felirat, hogy melankólia. Az is 5 évvel később kerül rá, amikor megértettem, hogy mi a fenét festettem ide. Ez az első ilyen forma, amikor felidéződik a fogalmam se volt róla, hogy még mit festek oda. Még van szárnyacskája, meg olyan színes, meg olyan izé, meg olyan... De közben nekem irtózatosan fontos, és az egész életmű szempontjából nagyon fontos, mert először jelenik meg ez a forma, ami aztán lesz az alapképlete
a későbbieknek. Tehát olyan nincs, hogy csak úgy. Olyan nincs, igen. Mindig a rizikót, a kockázatot, a lehetőséget keresi minden egy. A legkisebb rajzocskában is. De és azt meg tudod mondani, hogy mikor van kész egy kép? Te tudod, mikor van kész egy könyv? Hát amikor az utolsó betűt leírtam, vagy pontot tettem. Amikor leteszem az ecsetet, igen. Nem tudom, hogy miért van kész. De mikor? Tehát mondjuk egy ilyen festménynél, mint ami ott van, hogy mikor mondod azt, hogy na, többet nem, mert akkor már rossz, akkor már elrontom. Én nem, hanem ő. Tehát ő mondja, ahogy neked a könyv mondja, hogy most ez itt legyen elég, lezárul, majd folytatod a következő könyvben. Most ezt engedd el. Ugyanezt mondja a kép is, hogy most én kész vagyok, kösz, nekem ez klassz, nekem ez megfelel. Tudom, hogy te egy kicsit jobbat szerettél volna, de ezt most engedd el, kezd el előről. Ismét próbálj meg engem még jobban megfogalmazni, de ebbe úgyse fog menni jobban. És akkor valahogy lezárul a kép, vagy az a tökéletes érzés, amiért az egészet csinálja az ember, hogy Istenem, de jót csináltam. És akkor az ember leül ott szembe, van egy ilyen régi heverő, hogy a festőfalammal szembe, és akkor ott mindjárt lehet akkor viszkizni, szivarozni, és beszélgetni a Földényi Lászlóval. Te is szoktál képeket megsemmisíteni? Szoktam, sajnos, igen. Miért sajnos? Igen, a Valinak ez egy nagyon fájó pont, hogy sokszor olyan képeket is, amit ő nagyon szeret, vagy így, hogy tovább festem, és akkor megsemmisül, mert sokkal rosszabb lesz, és kidobom, mert közepes képeket minek tartani meg. Vagy azért, mert évente van egy, átnézem a dolgaimat nagyjából, két évente. És akkor selejtezed is. És akkor kidobálom, ami nem kell. Nagy szerencséje a kis szobroknak, meg ezeknek a képeknek, hogy el voltak csomagolva. És nem festettem tovább, és nem dobtam ki. És milyen jó, és milyen gyönyörűek. Nekem milyen gyönyörűek. Nekem ez a kiállítás nagy élvezet, úgyhogy most is hadd köszönjem meg nektek, Barbara, hogy elvállaltátok ezt nekem, hogy itt csinálhatok egy ilyen kiállítást. Nekem nagy élmény. Hát akkor én meg köszönöm neked a beszélgetést. Én meg neked, és folytatjuk nálam. Jó, jó. Köszönjük szépen.